Csodájára járnak az óriási darásfészeknek. Darazsak már nincsenek benne, ezért a darásfészket felfedező férfi csak attól fél, hogy valami baja lesz a ritkaságnak. Egy óriási, több éven keresztül épített, gigantikus darásfészket talált otthona melléképületében egy szolnoki férfi. Valószínűleg évekkel ezelőtt készült, de csak nem régiben vette észre. Hát körülbelül olyan 3 hónapja fedeztem fel, hogy darázs vagy méhecske, már lódarazsakat nyírtam itten ki 1,5 éve, vagy 40 darabot. Kematokszal lefújtam, és akkor én nem vettem észre, sokat bejárok én ebbe a helységbe. Bejártam, de fönt nem néztem a mennyezeten. Mikor most megláttam, akkor szóltam a Janinak, a fotósnak, hogy csináljunk már bele valamit, hát ha meg tudja mondani valaki egy riportot. És akkor elég az hozzá, hogy most jelentkezett a sógorom Törökszent Miklósról, hogy ez fürkész darázs, ő tudja, mert valami szakértő mondta neki, mikor ő nálok is volt ilyen. És mi a fürkészdarázsnak? A fürkészdarázs az nem csíp, egy ilyen hosszú fekete, vagy fekete, de a derek a része, de ez nem csíp, ilyen fürge mozgású, mint egy tornásznő. Ezek úgy mozognak. Hallottam darázsrúgász, itt volt 2 kabátom fölakasztva, abban volt fészek, de az eredeti kicsi, mint gyerekkoromban is láttam, ugye óvalán, ahol nevelkedtem, hogy teli volt a padlás, meg ahol nem mozogtak emberek, ott volt, de hát ez nem, azt itt megtaláltam ebbe a kabátba. Darazsakat még sosem látott benne, ezért nem is fél. A férfi inkább attól tart, hogy a darázsfészeknek valami baja lesz, mert a súlya miatt leszakadhat a plafon. Ez a 4. képződés, én úgy gondolom, hogy ezt 4 évén keresztül csináltam, vagy 5 éven keresztül. Egy megvolt, utána rakta rá a másikat, harmadikat, negyediket, de én nem látok itt a lukon, ami a háta mögött van, hogy járnak itt darázs belőle, vagy akármi, mert én nem tudtam eddig. Törökszent Miklósról sógorom hívott föl, hogy ez fürkész darázs, önálló volt, csak egész kicsibe, ettől jóval kisebb. Ez egy nem tudom mennyi ideje itt van, egy pár éve itt lehet ez a darázs fészek, de egy nagyon szép alkotás. Nagyon örülnék neki, hogy egy olyan helyre kerülne, hogy tudod, megmaradna örök életre az utókornak. Az utókornak, meg még aki nem látott, hogy gyönyörködjenek benne. A környékbeliek még sosem láttak ekkora darásfészket, ezért naponta járnak át a férfihez, hogy megnézzék. Hatalmas, mint egy füles kosár, akkor a mély kaptár. Hát. Hány éves lehet maga szerint? Hát 5-6 biztos van, mert ekkora izét megrakni, ez nagy idő. Látod már ilyet? Sok idő, még nem. Kicsiben látom, de ilyen nagyban még nem. Hát ez egy csoda. Tulajdonosa szerint az lenne a legjobb, ha elvinnék a melléképületből a darásfészket, és meg tudnák őrizni a jelenlegi formájában, hogy bárki megcsodálhassa egy tájházban vagy falu múzeumban. Én most azt szeretném csinálni, hogy egy olyan helyre kerüljön, olyan ember vigyel, mit tudom én, nagy körülbe tájház vagy pedig ilyen falu múzeumban, hogy örök életre meg lehet látni, egy megfelelő helyre, egy izét csinálni neki, egy tároló helyet, hogy megmaradjon a maga valóságra, mert nagyon szép.